Jó estét kívánok, ez a Kritika. Művekről, művészeti trendekről beszélgetünk közérthetően és kritikusan. Célunk, hogy ne csak elfogadjuk vagy elutasítsuk, de értsük is azt, ami kortárs. Veszedelmes viszonyok. László története a 18. századi arisztokrácia erkölcstelen életéről és a hatalomról szól. Színpadon a zenés színházi játék Mozart szerzeményeivel. Előtte azonban 80 éves a kis herceg, a B612-es kisbolygón élő kisfiú történetét már 250 nyelvre fordították le, és több mint 200 millió példányt adtak el belőle. Az évforduló kapcsán a történet hatásáról és a feldolgozásokról beszélgetünk. A B612-es kisbolygón egy igazi mesevilág tárul elénk. Ezen a gyermekkort idéző játékbolygón él a kisherceg, innen indul el látogatóba a szomszédos planéták lakóihoz. A mese egy gyermek utazásának története, aki ártatlan szemével értetlenül figyeli a felnőttek világát. Hat bolygón tett látogatása tanítja meg a kisherceget, miképpen nem szabad élni. De akkor hogyan kell? A nagy titkot a rókától tudja meg, aki elárulja neki, hogy az élet értelme a szeretetben rejlik. Antoine de Saint-Exupéry varázslatos története minden idők legsikeresebb francia könyve. A kis herceg 1943 tavaszán jelent meg először az Amerikai Egyesült Államokban, majd 3 évvel később Franciaországban. Gyermekként maga az író is ugyanolyan szőkehajú volt, mint a főhőse. Nem véletlenül nevezték el családjában a napkirálynak. A kishercegekhez hasonlóan igen kíváncsi és merész, közben pedig magányos gyermek volt. És ő is nehéz utat járt be élete során, miközben megtanulta, hogy jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ha egy regényt 250 nyelvre lefordítanak, akkor bele se tudunk gondolni, hogy hány illusztráció készülhet belőle. A kisherceg pont 80 éves, és az érdekesség kedvéért mutatom meg ezt a nézőknek. Hát ez nem a megszokott kisherceg illusztráció. A 80 éves kishercegről beszélgettünk Sipos Imre színházi rendezővel és Olázs Zsolt színikritikussal. Eltelt 80 év, 200 millió példány. Azt gondolom, hogy fel se tudjuk fogni, hogy mekkora jelentősége és hatása van a kishercegnek a kultúránkban. Hogyan lehet egy ilyen műhöz hozzányúlni, vagy hogyan kell hozzányúlni? Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek az életében kezdetektől, mondjuk 12 éves korától, amikor először olvassa, mint kötelező olvasmányt, lehet, hogy 82 éves koráig elkíséri maga a mű. Sok ember számára ez egy valódi ilyen, nem is tudom, ilyen életmodell, hogy hogyan kell gondolkodni, bizonyos helyzetekben mit kell tenni. Ami engem rettenetesen izgatott ebben a műben, ami miatt azt éreztem, hogy valahogyan szeretném színpadra vinni, az a kozmikus magány, amit számomra jelent egyébként a kisherceg. A kisherceg megítélésem szerint, de ezzel szerintem nem vagyok egyedül, nem gyermekirodalom. Attól, hogy egy kisfiú a szereplője, nagyon-nagyon fontos emberi dolgokról beszél. Egy életközepi válságban lévő férfinek a története, aki magányos. És hogyha végignézzük a történetet, akkor azt látjuk, hogy a kisherceg bolygóról bolygóra jár, és mindenhogy egyedül van. A pilóta, aki lezuhan a sivatagba, ő szintén egyedül van. És az sivatag sem egy valós helyszín, hanem tulajdonképpen egy magánynak a kifejeződése. Szóval engem elsősorban ez izgatott a műben, ezt próbáltam meg kibontani. Természetesen tudtam, hogy gyermekek számára fogom az előadást játszani, tehát annak ellenére, hogy felnőtt gondolatokat közlök, de tulajdonképpen engem az izgatott benne, hogy tulajdonképpen van egy férfi, aki találkozik egy tisztább énjével, aki szembesíti azzal, egy kicsit karint is a történet, hogy ha nem tanulsz meg szeretni, akkor magányos leszel. Próbáljuk egy kicsit megfejteni, miért tudta áttörni azt a népszerűséget, ami nagyon kevés regénynek adatik meg, hogy 200 millió példányban kell el világszerte. Tehát mit tud nekünk mondani ma a kisherceg? Hát először is végtelenül személyes és hiteles. Ne feledjük el, hogy ez a regény a II. Világháború idején íródott. Abban a korban íródott, amikor a náci Németország lerohant a Franciaországot. A franciák számára nem csak a csaták fúlnak kudarcba, hanem a kultúra, az érték, a létnek az értelme. És éppen ezért menekül rengeteg francia, közöttük Exupéry is például Amerikában. Egy olyan kiürésedés, egy olyan nihil, egy olyan tanácstalanság lesz úrá a franciák többségén,
amire valamilyen válaszokat próbálnak megfogalmazni. Exupéry például a saját élettörténetét is felhasználva megírja a kis herceget, egyébként nem Franciaországban értelemszerűen, hanem New Yorkban, és olyan személyes, annyira őszinte önmagával és az olvasókkal szemben is, hogy valószínű ez töri át azt a falat, amit az előbb is említett. Nem beszélve arról, hogy a színházban azt szokták mondani, javíts ki, hogyha tévedek, hogy nyilvánosan van a színész egyedül. Hogy? És szerintem Exupéry írás közben társas is. Társas magány. Társas magányként, ahogyan ugye az előadás koncepcióval is az előbb beszéltél, szerintem Exupéryvel is valószínű ez történhetett, hogy hagyta magát, később ugye nyilvánosságra került szövegeiben, de mégiscsak egyedül magányosnak lenni. Egyébként a Garajszky Margit által, nekem ő volt a dramaturgom ugye a Kisherceg kapcsán, mi nagyon sok egyéb szöveget is beillesztettünk, nem csak a Kishercegből, hanem más Exupéry művekből, például az Éjszakai repülésből, vagy az Ember földjéből, ahol nagyon sok ilyen gondolatot ír meg. Tehát, hogy ő egy örökérvényű gondolkodó, én azt gondolom. És ezért ő ma éppen olyan korszerű, mint szerintem 200 év múlva lesz. Ráadásul ugye, hogyha a feldolgozásokat nézzük, például a Kecskeméti előadást, de említhetnénk balettet, operát, videójátékot, társasjátékot, rajzfilmet, mozifilmet, tehát széles tárházat rendelkezésükre álló feldolgozásoknak, akkor valószínű azért is lehet érvényes több feldolgozás, mert elkerülik azt a veszélyt, hogy édeskés, és közhelyes olyan történet. Milyen érdekes, hogy napjainkban is zajlik egy világkörüli turné, ami egyesíti magában a legmodernebb technikai vívmányokat, amit csak színpadon el lehet képzelni, és milyen érdekes, hogy éppen annak a szerzőnek a művét látják el ilyen technikai újdonságokkal, akiről köztudott, hogy mennyire tiltakozott például a repülés akkori mechanikai, technikai újdonságai ellen, amivel is ellentét. És fölmerül bennem a kérdés, mint mondjuk úgy hivatásos nézőben, hogy vajon ezáltal azt a szerzőt és azt a gondolatvilágot, amit te is az előbb megfogalmaztál, képviselje például az az adott feldolgozás, ami most körbe-körbe jár a világon. Az ambivalenciát említette, szerintem ez egy érdekes dolog, hogy milyen velős, örökérvényű létkérdéseket feszeget, akkor ez most hogy van? Hogy lehet ezt a gyerekeknek átadni? Hát minden valódi nagy értékes mű az sok rétegű. Van egy olyan réteg, ami a gyermekek szintjén szól. Ők látnak egy kisfiút, akivel azonosulni tudnak, aki kalandokba bocsátkozik, aki utazik, akit érnek bizonyos dolgok, és helyes, okos dolgokat mond, és jó döntéseket hoz. Egy felnőtt számára ez sokkal több rétegű. Ott már megjelenik az egzisztencializmus, mint filozófiai irányzat. Ő már több kapcsolatot tud hozni a saját életével, a saját tapasztalataival. Szerintem itt mindig az a fontos, hogy egy olyan arányt kell keresni, bármilyen adaptációt csinálunk, hogy egyszerre tudjunk, ahogyan a mű több rétegű, az adaptációnak is több rétegűnek kell lenni. És akkor mindenki kivesz belőle annyit, amennyit éppen korának, intelligenciájának, egyebeknek megfelelően valóban értékelni tud. Akkor ez egy kimondottan nehéz feladat, hogy hogyan nyúlunk ehhez a műhöz hozzá, hogy pont azokat a magaslatokat ne vegyük el, és butítsuk le a történetet egy olyan szintre, ami meg... Méltatlan lenne. Méltatlan, igen. Ami meg méltatlan. Mik azok az adaptációk, amiket így tényleg érdemes kiemelni? Van-e, amilyen eszükbe jut így az elmúlt 80 évből? Szerintem, gyorsan visszaszámolok, 1985-ben, azt hiszem, akkor volt, hogy én még ugye középiskolás fiatal gyerek voltam, és Miskolcon a Városi Amatőr Színházban bemutattuk a Kisherceget. Akkor volt, hogy Bródy Jánosnak a dalaival ugye volt egy adaptáció, és mi ezt az előadást játszottuk, én a pilótát játszottam egyébként benne, de csak gyerekek voltunk. Tehát, hogy fogalmam sincs, hogy mai szemmel az egy milyen adaptáció volt, de az, hogy minden egyes tudóst, mindenkit ugye egy amatőr színházhoz létre, és egy háromfős zenekar játszik és énekli a dalokat, tehát biztos, hogy az a maga területén olyan kis cuki dolog lehetett. Nyilván mi akkor annyit vettünk ki belőle, amennyit mi gyerekként ki tudtunk venni. Ezért érdekes, hogy egy picit így ismétli magát a dolog, hogy eltelik közel 30 év, és akkor én bennem újból feljön a vágy, hogy Kisherceget kellene csinálni. Egyébként ugye, ami a Kishercegről az emberek többségének
eszébe jut a szőke hajkorona, amit a művész úrral jelen esetben sajnos nem tudunk reprezentálni. De van ennek azért egy személyes vonulata is, és akkor mindig vissza is térnék a szerzőnek az élettörténetére. Vannak olyan szimbólumok a darabban, itt a darabban, illetve hát ugye a regényben és a novellában, amik azért nagyon-nagyon fontos belső vívódások árán kerültek papírra. Például a rózsa. Ugye azt köztudott, hogy Exupéry eléggé zaklatott magán és társadalmi életet élt. Többször is nősült, elvált, ugye nemesi családból származik, az apja vikomt volt, és a családhoz híven megnősült, szintén egy nemes asszonyt vett el, egy lányt vett el, de elváltak, és Konzuelóval, aki a második felesége volt, egy nagyon viharos kapcsolatban éltek. Többek között a rózsa, mint motívum a kishercegben, a feleségét jelképezi, amennyire pátyolgatja, óvja, védi, azért ott vannak azok a tüskék a rózsán, és egyben a kígyóban is megtalálható a feleségének, azt mondták a feleségének, hogy feleségére a kortársa, hogy a sziszegő nyelve van, hogy vág. Én például úgy is csináltam, amikor először hozzányúltam ehhez a darabhoz, még Dunaújvárosban egyébként, akkor nálam a rózsát két szereplővel csináltam, és akkor úgy volt, hogy a kígyó, a rózsa és a róka volt ugye az, akit más szereplők csináltak, mint amit ugye a kis herceg és a bolygólakó. És például pont ez, hogy a szeretet, ugye szeretni a róka tanítja meg a kis herceget. És ez például nekem nagyon érdekes volt, hogy ahhoz, hogy ő visszajön a rózsáját szeretni, ahhoz bennem egyfolytában az volt, hogyha nő játsza a rókát, akkor az a szerelem. Tehát az egy újabb szerelem, amit visszatérek a régi szerelemhez. Ha egy férfi játsza a rókát, akkor az mondjuk a barátság, ami viszont nem az a típusú szerelem, amihez hozzá lehet, amikor vissza lehet menni a rókához. És akkor én húztam egy olyat, hogy nálam tulajdonképpen androgyn lett a róka, ami azt jelenti, hogy egyszerre játsza egy férfi és egy nő. Tehát egy picit ilyen bábszínházi megoldást is használtam, tehát volt egy róka fej, és egymásba beszélnek, tehát egy rókával beszélget, de mégiscsak van egy női és egy férfi megvalósulása, ami nyilván a gyermek számára, tehát ezt a felnőtt talán érti, ezt az androgyn dolgot, a gyermek számára viszont nem, hiszen a gyermek fantáziája sokkal szabadabb, mint a felnőtté. Ugye egyszer van a vadállat, ami a férfi, és van a szelidítésre váró, ami a nő. És miközben a gyermek nézi, egyszerre lát ugye, jó kis kettős mesei tudat, de egyszerre lát ugye két rókát, tehát van egy szelíd róka, meg van a vadróka, de igazából az egy róka. Szóval, hogy ez például az én kvázi rendezői hozzátételem volt, mert én megakadtam ezen a problémán, hogy mi legyen, mert akkor ott döntést hozok. És szerintem ez egy izgalmas döntés. Én bele se gondoltam, hogy pont akár a rókának a megjelenítése az ilyen problémákat tud felvetni egy rendezés során. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük. Egy másik francia szerző szintén igencsak népszerű műve következik, Veszedelmes viszonyok, mint zenés színházi játék. Ezzel jövünk. Ármány, intrika, bosszú. Az elitszalonok mindennapjait szőtték át az e-fajta mesterkedések Pierre Choderlos de Laclos Veszedelmes viszonyok című levélregényében. Az arisztokrata millióben játszódó cselekmény izgalmas. Levelekből kapunk képet a különböző házak lakóinak mindennapjairól. Az álságos módon mindig valamit leplezni és leleplezni akaró estélyek titkairól és a budoárok hálószobák örömeiről és fájdalmairól egyaránt. A mű középpontja a megrontás, hogy aztán a bajkeverők diadalként mutassák meg a felső 10 000-nek a rombolás eredményét. A levélregény az elmúlt több mint 240 évben újra és újra alkotásra ösztönözte számos művészeti ág képviselőjét. Ezúttal hazánk egyik legkiemelkedőbb szimfonikus együttese, a budai Dohnányi Zenekar fogott össze a Bozsik Ivett társulattal, hogy egy egészen egyedülálló előadást hozzanak létre. A produkciót a Mozart muzsikájára megálmodott látványos koreográfia színesíti. Volt szerencsém a társaságát élvezni? Igen, csak régen. Nem emlékszem tisztán. Ó, és ez a bájos ifjú hölgy, csak nem a kedves lánya. Elbűvölő teremtés igazán. Hogyan szólíthatom kedvesen?
Ónódi Eszter és Adorjáni Bálint főszereplésével láthatták a nézők a MÜPA-ban a Veszedelmes Viszonyok című zenés színházi játékot. Erről beszélgetünk Grajszki Margit dramaturggal. Sose értem azt, hogy miért egyszer játszanak egy ilyen jó koncepciót, mint a Veszedelmes Viszonyok. Miért nincs az, hogy műsorra tűzik, és akkor akár egy évadon keresztül a nézők elmehetnek és megnézhetik? Én azt gondolom, hogy a Budafoki Dohnányi Zenekar tulajdonképpen kísérletezik. Tehát, hogy ezeket a szcenírozott vagy félszcenírozott előadásaikat a Zene Plus bérlet keretében ajánlják fel a nézőiknek. Ezek az előadások arra hivatottak, hogy a zenéből kiindulva valamilyen társművészettel vagy társművészetekkel közösen készítsenek egy előadást. Tehát valamilyen szempontból ez egy kísérlet. Hogyan nyúltak hozzá a darabhoz? Tulajdonképpen az eredeti francia regényt vették alapul, amit mondjuk nevezhetnénk levélregénynek, hiszen levélváltásokból áll össze ez a rendkívül szövevényes történet, szerelmi történet, ami hivatott volt bemutatni a francia arisztokrácia intrikáit, belső működését, egyfajta erkölcstelenségét, a manipulációt, és a kicsit ilyen betegessé váló emberi viszonyokat, szerelmi viszonyokat. Ugye ez a francia szabadságharc előtt pár évvel jelent meg ez a könyv, és hogy miért pont Mozart zenéjét választották, én azt gondolom, hogy azért, mert Mozart zenéjében már megvan az a fajta szabadság érzet, illetve az a fajta szókimondás, ami szükséges ez, és az érzelmek, amik megjelennek az egyes jelenetekben, nagyon jól lefedhetőek Mozart zenéjével. Mozart operái, azok drámaibb hangzásvilágot képviselnek, és ez inkább már a második felvonásban jelent meg, szólalt meg, amikor már kezdett a helyzet egyre, hogy is mondjam, csak szélsőségesebbé válni, míg az első felvonás az sokkal könnyedebb. Tehát ott nem az operákból, hanem Mozart más műveiből válogattak, és inkább egy ilyen könnyedebb, már-már néha játékosabb zenei világ jelent meg. Ugye az eredeti regényhez nyúltak vissza, de azért mindig nagy az elvárás a Veszedelmes Viszonyok kapcsán, hiszen több rendkívül sikeres filmes feldolgozás is volt. Viszont ennek az egész színpadi megjelenésnek nagyon jót tett az, hogy nem csak a levelek szólaltak meg az eredeti regényből, hanem hozzá voltak írva kis jelenetek, pörgősebb dialógusok, ami a dramaturg munkáját dicséri, és ez segített abban, hogy a ritmusa az megfelelő legyen. Ha már ritmus, akkor Bozsik Ivett nevét is ki kell emelnünk. Mit adott hozzá az ő koreográfusi szemlélete ehhez az előadáshoz? Egy ilyen artisztikus képet mutatott. Tehát, hogyha megnézzük akár a díszletet jelmezt, maradtunk a rokokó világában, és egyfajta stilizáltságot, egyfajta elemeltséget hozott az, hogy nagyon sok jelenetben megjelent a koreográfia. Nem csak önálló táncokként, hanem akár a színészek mozgásában, az egyes, tehát magában az egész mozgásvilágában. És nagyon sokszor a tánccal tudták kifejezni a szereplők belső világát. Ugye ez az egész regény tulajdonképpen a képmutatásról szól. Arról, hogy én valami egész mást mondok, mint amit valójában gondolok. És a belső vívódásokat, ami mondjuk a levelekből nem feltétlenül derül ki, vagy az, hogy ez a fajta ellenpontozás, hogy mást csinálok, mint amit gondolok, és hogy az érzelmeimet eltakarom, háttérbe hagyom, a társadalom előtt, a többiek előtt felveszek egy állarcot. És nagyon sokszor meg is jelentek ezek az állarcos figurák. Tehát, hogy a tánc ilyen szempontból nagyon alkalmas arra, hogy kifejezze ezt a fajta kettősséget.
műpa mennyire alkalmas egy ilyen színházi világnak a bemutatására, mert hogy azt a színpadot nem erre találták ki? Ez így van. Megvannak az előnyei és a hátrányai is. Az akusztikája csodálatos. És azt ismerjük, az jó. Ez nagyon élvezhetővé tette ezt az előadást, amit tulajdonképpen végig zene kísért, és nagyon fontos szerepe van a zenének. Ami a színészi játékot illeti, nyilván messze vannak a színészek, nagyon sok mindent már hátsó sorokból nem biztos, hogy úgy lát a néző, de azt gondolom, hogy a rendező Bakos Kis Gábor ezt figyelembe vette, igyekezett nagyon akciódús jeleneteket létrehozni, szóval, hogy nem az intim találkozások előadása ez, pont emiatt, hogy élvezhető legyen a közönség számára. Árva Nóra, aki már több egyszerre készíti a díszletet a műpában, nagyon jól ismeri a teret, tudja az előnyeit és a hátrányait, és rendkívül jól sikerült megcsinálni azokat a rokokó falakat, amikkel tudott nagyon könnyen szint változtatni. Ami mondjuk hátrány annak, hogy ez nem egy színházi tér, egy színpad, ami színházi előadásokra készült, mégis meg tudták oldani. Közel 250 éves a történet. Volt ez tiltott kategóriában, most már szinte klasszikusnak számít a veszedelmes viszonyok. Mit mond ez a darab ma nekünk? Hogyan tudták a mondani valóját átadni? Nem akarta Bakos Kis Gábor aktualizálni feltétlenül ezt a darabot. Azt hiszem, hogy inkább szerette volna megmutatni az emberi lélek legsötétebb bugyrait. Azt, hogy valamiféle megcsömörlöttségből, valamiféle talán unalomból is, értékhiányból fakadóan hová tud eljutni az ember, hogy mik lesznek a mozgató rugói, és nem akarta ő ezt pszichologizálni, hanem egyszerűen csak megmutatni, hogy ez hová fajulhat, hogyha valaki enged ennek a fajta csábításnak. De akkor milyen érzésekkel mennek haza a nézők, hogyha kapnak egy tömény erkölcstelenséget? Ebben is nagyon finoman mozgott az előadás, tehát hogy inkább jelezve van az a fajta erkölcstelenség, ami ennek a regénynek a sajátja. Nem naturalisztikusan jelenik meg ezen a színpadon, hanem tényleg nagyon stilizáltan, nagyon finoman jelezve. Talán abban lehet izgalmas ez a nézőnek, hogy belelát egy ilyen ember gondolkodásába. Abba, hogy hová tud ez tényleg elfajulni, hogy mi az, amit megenged magának, és mi az, amire feljogosítva érzi magát, hogy ezek a bántalmazó, ez tulajdonképpen ezek bántalmazó viszonyok, ráadásul kicsit szórakozásból kezdik ezt el csinálni, meg valamiféle társadalmi elismerésért. Mert hogy minthogyha a hatalom, vagy az, hogy én tudok a másikkal manipulálni, az még több hatalmat adna nekem. Mert azt az erőt, azt megérzik a többiek. Tehát főleg talán ebben mutatkozott meg. Egyébként pedig egy gyönyörű előadás. Tehát esztétikailag egy csodálatos előadás. Mind a kivitelt illetően, tehát a díszletek, a jelmezek, a rokokó millió, amiben ez az egész megszületett, a fények, hogy az a zene, ami végig kíséri ezt az egész előadást, az a hangzása, hogy ez megszólal, szinte az előadás végig zenei kíséretben halljuk, látjuk. És csodálatos az, ahogy a szöveg és a zene nem öli meg egymást, hanem egymást támogatja. Ahogy a szimfonikus zenekar van annyira alázatos, hogy alkalmazkodik ahhoz, ami a színpadon történik, és a rendezés is alkalmazkodik ahhoz, hogy a megfelelő helyen vágja el a zenét. Hogy ez egy nagy esztétikai élmény, ahogy ezt az egészet sikerült összefésülni a koreográfiával együtt. Hihetetlen nagy munka, másrészt borzasztó nagy élmény, amit a nézők kapnak, és akkor ezzel mit kezd ez az egész gárda, hogy ezt hogyan lehet átadni, mert lehet, hogy jövőre megint egy másikkal fognak kísérletezni, lehet, hogy saját maguk szórakoztatására, de hát mi ebből többet szeretnénk kapni, és hogyha csak pár helyen villan fel ez Magyarországnak a különböző pontjain, akkor nem tudom, nem ért annyira célba a művészet, vagy csak pár ember számára. Én azt gondolom, hogyha a Budafoki Dohnányi Zenekar alkotócsapata
megerősödik ebben is, hogy, hogy is mondjam, csak megfelelő önbizalommal tudnak tekinteni ezekre a produkcióikra, amik tényleg nagyon magas színvonalak és nagyon izgalmasak, pont emiatt, hogy különféle társművészeteket hoznak össze egy színpadon, akkor biztos vagyok benne, hogy elkezdenek majd gondolkodni abban, hogy több előadást is megérjenek ezek a produkciók. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Önöknek köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, a Kritika című műsort látták. Egy hét múlva ugyanebben az időben találkozunk. Húsvéthoz közeledve az utolsó vacsora ábrázolásait fogjuk megnézni a művészetekben, illetve beszélgetünk majd Cifra György Fesztiválnak a nyertes képző művészeti alkotásairól is. Tartsanak velünk legközelebb. Viszontlátásra!